Van, aki azért nézi, mert érzik. Van, aki azért, mert szeretnek. Van, aki oda van az autóért. Van, aki azért, mert vezetnek. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az NXT. Nos, hát akkor szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát úgy néz ki a dolog, hogy csak nem bírtam ki iRacing nélkül, úgyhogy Papatilától kinyiláttam egy 3 hónapos ingyenes tagságot. Igen, hát meglássuk, ugye csak mazzázni fogok egyelőre, majd egy kicsit komolyabb vizek felé jevezek, majd akkor ugye meghosszabbítom az eredeti akkontomat, addig megpróbálok újból belendülni. Na hát egyúttal ez egy processzorteszt is lesz, ugye, mert legutóbb csak a Phenom 4 magosával használtam az iRacing-et. Hát azt kell mondjam, ugye, hogy az FX 4350, ez egy kicsivel erősebb. Majd meglátjuk, hogy mennyivel gyorsulok is. Szerintem semmivel, sőt. Hát menjünk egy időmérőt. Hát igen, picit elméleteztem a végtávot. Ah!
És akkor lássuk egy éles kört. Igazság az, hogy ez a pálya nem igazán a kedvenceink közé tartozik. Sos lehet tudni, mi kocsús technika nem. Hát most például elkezdtem a váltást. Kivételesen ez a kanyar sikerült. Itt ha jól látják, hogy két óra előtt lesz a kanyar. Éven épp hogy. És vége lett. Nem engedte, hogy tovább menjek. Szóval ez így szuper lesz. Hát túl későn kezdtem neki. Lássuk, hanyadik vagyok. Ajajaj, hetedik. Ajaj. Milyen időt mentek ezek? 43. Na, hát meglátjuk, hogy mit hozunk ki ebből. Ki. Azt kell mondjam, hogy ezek a rutik fejlődtek. Jó irányba. Na jó, na. És nem! Jaj Istenem! Hát mint láthattátok előttem, egy iszonyú nagy baleset volt, amiért tették meg egy nagy gyereket. És negyedik lettem. Pedig rajtam elég szépen előttek a sárcok.
Fulvillel autókázat a negyedik helyen, hát amíg valaki össze tudja magát előtt, és akkor már is megvesz a dobogó. Lehet, hogy mindjárt nyúlszik a negyedik helyen. Hajjaj! Szerencsére box van. Hát a legfőbb éven mentem. Persze, faszik tartsák
Szerintem az idegeire fogok menni.
Nos, hát akkor végre sikerült. Na, lássuk akkor. Nézzük meg, mi volt. Futam. Rajtot kéne megnézni. Na, hát akkor látjuk, mindjárt látjuk. Hát a rajt az jól sikerült, de lássuk, hogy mi történt előttem. De ő a Randy Reedy, furcsa neve van. Hát a mögött én vagyok, ottan, az a kékség. És ezzel a gyerekkel akadt össze, ha jól látom. Majd a következő futamokra majd lesz Ubin is, meg minden rendesen. Tehát most így első futamnak jó lesz ez így is. Még persze majd a képen is egy kicsit állítok, hogy az éjjel simítás az kicsit jobb legyen. Itt még egybe voltak a gyerekek, valahol a célegyenes környékén akadtak össze. Célegyenes ráfordítónál. Tehát ez hibázott, rossz jött vissza a pályára, és cupp, és kiütötte másba. Aha. Na, ez fasza volt. Tehát akkor a Rózsa, Mária, Alonso, Losanda, vagy Losada, Jézusom van én neve a gyerekem. Na hát ő hibázod a kúra nagyot. És a Randy meg megszívta. Úgyhogy Randy úgy itt vett föl. És randizott a Rózsával. Kicsit szúrós volt. Na hát körülbelül ennyi volt a nagy esemény itten. Tominek gyönyörű rózsaszín kultúrja van. Meg én vagyok a nagy kékségbe. Más belől mi történik? Hát itt egy trió van. Nézzük csak. Nem a pitlényt. Csöppel. Na hát itt a srácok nem akarnak hibázni, mi néz ki. Pedig lesz még ott előrébb egy kis hibázás. Hát mondjuk ez még csak a második kör. Ez a gyerek, a Davide Di Serio, ő az első. Na jól tudom, ő nyerte meg a versenyt is. Hol vagy? Ott vagy. Itt vagy. És nem ő nyerte meg. Na mindegy. Akkor lehet, hogy kiütötték. Abban az autóban nagyon kopog valami. Itt van a drága barátom. Nézzük csak, hogy a hanyadik körbe mentem az agyára. Igen, itt van utolért. Itt utolért, és úgy gondolta, hogy na most azt, akkor majd ő
Ő van nagy. A nagy ő meg fog engem előzni. Haha, de átbaszott. Hát én tartottam az évet. Meg... Én nézzük, nem ülök ki a gyerek, de nem is tudom. Hát itt mindenki divízió egy. Igen. Na majd itt valahol majd fog kibászni. Na Matyuska. Igen, itt lecsúsztam az évről. Lecsúsztam, hát szélesen vettem a kanyarat. Itt megpróbáltam bent tartani, hogy ne ütközzünk össze. Bementem szélárnyékba, majd mellé mentem, és tartottam az évet, tartottam. Egy picit próbált volna. Igen, itt látok, egy picit szűkebben próbálta volna venni, de nem, rendes volt a gyerek. Ráment a fűre. Fűre, hát mondjuk fűre, nem igazán, inkább homokra. És valahol el is dobta, hopp. Mint megpróbált belsőjében menni, de lehet, hogy túlságosan is rátette a homokra. Itt utolértük ezt a gyereket. Lélekkörözött, elég szépen el... Hát mondjuk úgy, hogy elengedett, pont akkor húzódott befele, amikor nem kellett volna. Nézzük. Inkább feltartás szaga volt. És akkor itt mellé bújt megint. Nem is tudom, nem kaptam. Nem. Hát nem igazán volt hibázott a gyerek. Azt tudom, hogy hibázott az egyik kanyarba, és elég szépen ott vettem. Jó, az aztán marrébb lesz. Nem, itt. Itt már kezdi a hibákat. Azt hiszem ez az a kanyar, ahol... Hirtelen rám esett. Azt mondom, hogy hirtelen rám esett, majd az lett a vége, hogy becikázok a féknél. Itt, igen. Itt esett hirtelen rám, de nem fékeztem. Jó, örömtött el. Hát akkor nagyjából ennyi volt a legelső újrakezdés. Majd még lesznek többi videók is.
minimum 3 hónapig. Aztán átérünk a fizetéses akkontra, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz aztán. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, én Attila voltam, sziasztok! Come on, low, 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 come on